Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1000 civil szervezet működik. Ezért fontos, hogy legyen egy olyan intézmény, amely segíti ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. A megyei civil információs centrum különböző szolgáltatásaival a megye területén működő civil szervezeteknek kíván szakmai segítséget nyújtani. A centrumot az Emberi Erőforrás Minisztériummal kötött megállapodás keretében a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány működteti. Látszik, hogy a kormányzatnak az irányú politikája az elmúlt években egyértelműen ezt szorgalmazza, és gyakorlatilag egy olyan hálónak a kiépítéséről van szó, amely elsődlegesen azt célozza meg, hogy ez egy hatékony, összegyűjtő, mindenkit befogadó és bekebelező hálóról legyen szó. A centrum által végzett tanácsadások, képzések, rendezvények szervezésében és megtartásában több mint 100 önkéntes működik közre. Kiemelt feladatuknak tekintik a megye földrajzi és kulturális sajátosságai alapján a határ két oldalán tevékenykedő civil szervezetek közötti hatékony kapcsolatok kiépítését. Azt látnunk kell, hogy a legnagyobb megyéről van szó szinte a civil életben is, akiknek az összefogása nem egy kis feladat, ami úgy gondolom, hogy látva a sikeres pályázatunkhoz benyújtott hozzáállást és segítséget, minden reményünk megvan arra, hogy tényleg a civil kezdeményezések, a civil szféra, a civil élet tudjon úgy összefogni és akár felsorakozni egy ilyen iroda segítségével az irányok mögé, amely eredményre tud vezetni. A hatékonyabb működés érdekében fontosnak tartják a vállalkozói szférával és az önkormányzatokkal való folyamatos párbeszédet, valamint fontos lesz a jövőben a helyi államigazgatást megjelenítő, most kiépülő járási hivatalokkal való szakmai együttműködés és párbeszéd kialakítása is.